Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket azon a gyönyörű napon. Ráadásul ugye a Szent Korona Banknak az 5. éves alapításának az 5. éves évfordulóján. És mindjárt az elején el kell mondanom, hogy ezzel az aktussal, hogy megalakult a Szent Korona Bank, megalapításra került, és időközben elkészült a szoftvere, kibocsátottuk az új elektronikus pénzt. Ezzel a tökéletes isteni programmal a Szent Korona oltalmába helyezte a nemzetét. Megnyilvánul ez már most azzal, hogy mindenki végrehajtási eljárását fel tudom függeszteni, mindenkivel szemben bármilyen dologból adódóan van végrehajtási eljárása, fel tudjuk függeszteni. Most azon dolgozom, hogy analógia alapján levezessem jogelméletileg, hogy a végrehajtó, ha be van nyújtva a kérelem, már a benyújtás időpontjától ne járhasson el, ne kelljen megvárni az esetlegesen elhúzódó bírói döntést. Nincs ma ettől fontosabb dolog, ugyanis sok százezer ember áll az a pont előtt, hogy bármelyik nap kilakoltathatják, illetve lehet, hogy még csak 10 000, 20 000, de ahogy telnek a napok, telnek a hónapok, egyre lejárnak azok a határidők, ahol a köztársaság törvényei szerint a végrehajtónak végre kell hajtani, és elben őt ebbe csak és kizárólag joginak lehet megakadályozni, sehogy másképp. Most ugye tudomásul kell venni azt, hogy az ellenséget csak a saját fegyverével lehet legyőzni, és ugye az ő fegyverük az a jog és a pénz. A jogi tudatlanságba szenvedő közel 7,5 milliárd emberen uralkodtak úgy, hogy egy olyan bonyolult jogrendszer tettek eléjük, amit nem tudtak elmenni, és az a jog, az a törvény, amit kimond a bíró. Ebben lesz egy óriási változás Magyarországon. Napokban kitettük az AMK, az Apostoli Magyar Királyság organigramját, a szervezeti működési felépítését, ami egyben a Magyarország térképe van rajta, a mostani, a trianoni határos Magyarország térképe, és gazdagrét megjelöléssel, mert elmondták nekem, hogy a gazdagrét se teljesen olyan gazdagrét, mint amennyire kellene. Én azt mondtam, hogy az egész ország gazdagrét, és az egész világ nagyon rövid időn belül gazdagrét lesz, mert ezekben a napokban is, de tulajdonképpen nyilván a titkosszolgálatok, a különböző hatalmak, főleg világhatalmak titkosszolgálatai régóta képbe vannak már, de hivatalosan is 2012. szeptember 7-én kerestek meg a Világbanktól, majd, és nem csak a Világbanktól, hanem az összes létező magas szintű pénzügyi fórum képviseletébe, majd viszont látogattam az illetőt 2012. október 18-án, és azóta a köreinkből már eltávozott, a teremtővel magához szólította Sir Adolf Ribizelt, ő egy Svehádba, tehát Ausztriába, Bécs, tőle egy kicsit innen, repülőtér mellett lakott a Ribizel úr, és ő volt az a személy, akihez nekem egy pártársamon keresztül kapcsolatom van már tulajdonképpen azt hiszem 2006 óta vagy volt, és húsvét, húsvétot megelőző két évvel, nagy csütörtökön vagy nagy pénteken, most már a napjára nem emlékszem, amikor kivittem neki a leíratát és az első szoftvernek a működését a mobiltelefonokon bemutattam neki. Már akkor is 96 éves volt a jó ember, és mondta, hogy majd átnézi, és majd másnap reggel a barátomat fölhívja, és hívta is reggel úgy, ahogy megígérte, mondta, hogy még délután átnéztem, és mondta, hogy mondd meg a Józsinak, vagyis a kecskeméti fiúnak, mert úgy hívott, hogy világ dolog, amit elkészített, és a húsvétban nála fogja az ünnepeket tölteni, vagy legalábbis bejönnek Elzalinit, a feleségét meglocsolni, az orosz nagykövet, az amerikai nagykövet és a NATO főtitkár, meg még azt mondta, lesznek többen is, már sokszorosította az iratokat és szép küldi a világba. Tehát azóta hivatalosan is megy ez a dolog, és most is Belgrádban, mai napon is ezzel foglalkoznak. A világot tudni kell, hogy nem azok a protokoll személyek irányítják, akit látunk a tévében. Ők menedzserek, vagy hát van közöttük olyan is, aki szürkeminenciás, de túlnyomó részt strómanok, vagy szebb szóval élve menedzserek, és nem ők hozzák a döntéseket, ők csak formalizálják a készfogásokkal, meg a zászlók elé történő kiállással, sajtótájékoztatóval. Az, hogy a davoszi csúcson, meg ezeken a konferenciákon mi történik, azt meg tudjuk, hogy csak az offshore ügyeket intézik. Ennél többet nem is szeretnék a, mondjuk így, hogy a negatív dolgokkal, vagy korrupciós dologgal kapcsolatban megemlíteni, mert ez már a múlt.
a vaskornak vége van, mint hogy a vaspénznek, papírpénznek is vége van. Nagyon rövid időn belül az egész világon be fogják vezetni a Szent Koronát, az elektronikus pénzt, ami követhető, és ami ettől még sokkal fontosabb, hogy az energia szabad áramlását teszi lehetővé. Tehát annak az energiának, ami persze az energia szabadon áramlik, csak nekünk nem jött belőle, le vagyunk itt ragadva a gravitációtól a földgolyóra, mindig csak az egyik lábunkat tudjuk fölemelni, nagyon a másikat nem, mert repülni nem tudunk, pedig lehet, hogy még azt is tudnánk, ha a gondolatainkat rendbe tennénk. Az a nagyon fontos, hogy ahogy az alapjövedelem a nyilván hogy most Magyarországon vezetődik be leggyorsabban, nem kell bonyolultra venni a figurát, amíg a Szent Korona, mint elektronikus pénz és annak az eszközei, a kártyái, a mobiltelefon, a szükséges eszköz nem mindenki számára hozzáférhető, addig párhuzamosan megvan a forint is, vagy máshol az euró, vagy a dollár, és annyi az egész, hogy egy döntés kérdése is másnaptól folyósíthatják. Nyilván annyi pénzt lehet nyomtatni, amennyit akarunk. A fedezete mindig, nem kell aranyba gondolkodni, meg egyéb, a hitbizomány a legfőbb fedezete, hogy az emberek elhiszik. Ha állam bocsájtja ki, akkor biztos elhiszik. Ez az egyik. A másik, ami ettől fontosabb, hogy az igazi fedezete az az univerzum. Az univerzum folyamatosan tágul és olyan mennyiségű energiát szabadít föl, ami a világ összes bolygójának elég, ha van másnak is élet, vagy valamilyen energia szükséglet, nem hogy nekünk. Tehát azt tudni kell, számos magyar feltaláló van ezzel már tisztában, és álláspontunk szerint a világ fizikusai, akik közpénzen vannak foglalkoztatva, jóval előrébb járnak, mint amennyit ebből elárulnak, csak vagy önmaguk, vagy a kormányok, vagy a érdekcsoportok által eltitkoltan nem kerül ez a tudomásunkra. Most azzal, hogy az alapjövedelem mindenki számára biztosított, az energia azonnal elkezd áramlani, szabadon, mert az bőven elég az a 400 000 forint havonta per fő, nyilván, hogy nem egy család, hanem per fő, születésünktől a halálunkig, illetve hát nekünk már nem a születésünktől, csak 5 évre visszamenőleg, amikor formálisan is visszahelyeztem a jogaihoz apostoli magyar királyságot, az aranykornak az a szakrális napja, ez a dupla isteni szám, a 2011-11-11, ugye meg kétszer 111, és ettől a naptól kezdve per pillanat mindenkinek több mint 20 millió forint van elben a számláján, ami azonnal folyósításra kerülhet. Ettől a pillanattól mindenkinek, senki nem lesz akadályoztató, mindenkinek szabadon a rendelkezésére állnak azok az energiák, amit pénzé lehet csak megvásárolni, mert a kezében lesz a pénz, amivel meg tudja vásárolni. Ráadásul minden olyan gondolatot, kicsit és nagyot az állam folyamatosan, vagy én a saját rám eső pénzben, ami a Szentkoronában nem a bank alapításáért jár nekem, hanem az eltitkolt vagyon fölkutatásáé, meg a tulajdonképpen a korrupciós ügyekbe történő bejelentés sért jutalékjár annak, aki bejelenti. Én nem csak bejelentem, hanem rendet is teszünk, vissza is vesszük, amit jogtalanul vettek el, és tudomására hoztuk már tulajdonképpen országnak, világnak azt a mennyiségű kincset, ami alattunk van. Persze van más országok is rendelkeznek megfelelő erőforrással, nekünk egy kicsit több van. Több van energiából, sokféle energiánk van, a gőz. Tehát a hagyományos energiákból is van bőven, a földgázból, meg szénből, kőolajból, egyebekből, de erre nincs szükség, nekünk a földhő az egyetlen, ami elég, meg persze a nap, meg a szél, tehát nem kell erről, nem kell ezt túlragozni. Ehhez képest van egy csodálatos adottságunk, a termőföldünknek mennyisége, minősége, a meglévő vízkészleteink, a felszín alatti, felszín feletti, a folyóvizeink. Az, hogy nem jó gazdálkodunk vele, az gyorsan meg fog változni, de ezek és az a klíma, ami Magyarországra megadhatott, vagy a Kárpát-medencére, az maximálisan több, mint amit mi képesek vagyunk arra, hogy nem intenzív termeléssel 10-30 millió embernek az élelmiszer szükségletét, ivóvíz szükségletét biztosítsuk, intenzív termeléssel akár 50 millió embert innen ki tudunk szolgálni. És fölmerültek épp a kecskeméti infopontos képzésen, vetette föl valaki, hogy ő már nem akar dolgozni, elfáradt, és bőven elég a családjának az a közel 100 millió forint, ami ott lesz, meg a havi fejenként 400 000 forint, és én mondtam neki, hogy a gyereket biztos akar dolgozni, ugyanis a jövedelemre nem a munka ellenére van szükségünk, a jövedelem az jár mindenkinek. A munka az egy motiváció. Na most természetesen, ha fölmerül az, hogy még sincs elég dolgos kéz arra, hogy a közellátás biztosítva legyen, akkor kötelező lesz a munka, és mondok valamit,
azt mondjuk, hogy 25 éves korról, akkorára általában az emberek képzése befejeződik, és 40 éves korig. És természetesen, aki dolgozik, nagyon sokat fog keresni. Hát gondoljatok bele, az alapjövedelem 400 000 forint. Ha lesznek olyan munkakörök, amit nem lehet majd automatizálni. Ugye most mindenkinek, ez a kormány is, meg a világ kormány is igyekeznek mindenkit foglalkoztatni, meg teljes foglalkoztatás. Olyan túltermelési válság lenne a világon, ha teljes foglalkoztatást bevezetnénk, akár ezzel a technikai eszközökkel. De hogyha a tudomány jelenlegi állása szerinti technika be lenne vetve, akkor jelenleg a Magyarországon egyébként értékképző, aki hozzáadott értéket is állít elő, vagy szolgáltat, 2 millió embernél nincs több, aki most ellátja 10 millió embert a szolgáltatásaival, vagy elvégzi azokat a munkákat, amit el kell végezni. A robottechnika bevetése esetén nyilvánvalóan, hogy 400 000 embernél többre nem lenne szükség, a többinek nem jut munka. Most nem kell megijedni, mert aki otthon marad, az tud dolgozni, de csomó dolgot meg tud magának csinálni, a kiskertő kezdve a különböző dolgok megjavításáig, vagy elkezd egészségesen élni, elhagyja a gyógyszereit, újabb jövedelemre tesz szert, megtanul öngyógyítani, megtanul egészségesen étkezni, tehát nem kell, hogy az embert megölje az unalom, főleg ha tele van a zsebe. A feleségem, unokahúga, amikor pici volt, és azt akarta mondani, hogy szabad a gazda, azt mondta helyett, hogy szabad a gazdag. Mondom, igazad van, mert a gazdag az tényleg szabad. A magyar ember mindig gazdag volt, hát nem az utóbbi 1000 évben, azt tegyük hozzá, amióta rabszolgasors, meg jobbágysors van, mint a világ más részein is. Hát ennek van most vége, ennek az évfordulója van, ennek az alapításának, ennek a gondolatiságának, mert azon a napon egyébként nem történt más, ezen a Peszka, tehát a zsidók húsvétja van, mint ahogy most rá 5 évvel később, pont mai napon. Körülbelül ebben az időben készülhetett el a bank alapító oklevele, ami összesen egy A4-es oldal, néhány sorral, de az a néhány sor az megváltoztatta a világot. Azóta ezt mindenki tudja, főleg, hogy elkezdtünk neki érvényt szerezni, tehát azzal, hogy azt követően megjelenítjük már az államot, és tulajdonképpen vesszük át a hivatalainkat, azért azzal, hogy február 29-én, ahogy szokták mondani, már sokat szóra átvettem a hatalmat, én azt mondom, nagyjából utoljára, ez itt a budai várba, meg Budapest több részén megtörtént. Tehát azok a bejelentések, most túl az én státuszomat történő bejelentés, az egyébként is megtörtént már 2009. június 13-án, az is egy szombati nap volt, de nem ez a fontos dátum, hanem az, hogy folyamatosan vesszük át úgy az irányítást, jó lehet, hogy egy csomó helyen még indirekt módon, de már mindenki azzal foglalkozik, nem a lakosság, mert a lakosság erről szinte semmit nem tud. Jó, ha lakosságnak erről az egészről, nagyjából 10%-ának van egy nagyon pici információja róla, tehát minden tizedik ember az már lehet, hogy hallott vagy a Tempópártról, vagy rólam, vagy az Apostoli Magyar Királyságról, vagy a Szent Korona Bankról, és max. 100 000 ember, aki esetleg követi, vagy 200 000 ember, aki egy kicsit követi a dolgunkat, és akik operatívan dolgozunk, azok azért több százan vagyunk, akár egy kicsit, aki csak egy-egy picit tesz hozzá, de azért havi szinten tesz értünk valamit, azzal biztos a több 1000 főt is elérjük. Viszont van egy óriási nagy tömegbázisunk, a teljes, úgy mondom, hogy az államapparátus előtt a legismertebbek vagyunk, tehát a pártok előtt, a bíróságok előtt, a hivatalok előtt, a végrehajtók előtt nincs tőlünk, hát mondjuk úgy, hogy híresebb vagy hírhettebb, mert ők ezen minden áron ellen akarnak ennek a dolognak állni, de aminek eljött az ideje, az semmi nem állíthatja meg, mint ahogy engem se, ezzel nem én szoktam foglalkozni, de olvasgatom a rólam készült asztrológiai meg egyéb jelentőségi dolgokat. Ezért is adtuk ki, és miután valaki csak úgy nem adhat a világnak, Attila küldetését befejezve és a eszmei vérvonalat fölvállalva, csak és kizárólag nyilván nagyon sok hazafi, nagyon sok államférfi tett még nagyon nagy dolgot, de vagy nem maradt fönt hitelesen, hogy mi erre tudnánk hivatkozni, illetve ami Attila után történt, az pedig fölvállalhatatlan az összes, mindegy, hogy király volt, vagy miniszterelnök, vagy kormányzó, nem látták át, nem látták azt, hogy mi a feladat, de lehet, hogy nem a hibáik.
a kor mostani színvonal az az informatika szabadsága, illetve ez a korlátlan tájékozódási lehetőség, meg a korlátlan elérés. Régen a vezetők beszélgetni akartak egymással, akkor 20 idegen államon kellett átverekedni magukat, és egy hadsereggel kellett menni, hogy beszélni tudjanak. Ma ezt egyrészt vagy elrepülnek egymáshoz, és ott vannak pár óra alatt, vagy videokonferencián, vagy mobiltelefonon el tudják intézni. Attila, amikor halála előtt legalábbis Zeiber, Próbel Gyulának az Attila című könyve szerint azt hagyta örökül, mondta, hogy a halála után sajnos megölik a fiait, hiába nagy formátumúak. Az akkor ismert világnak a feje volt az uralkodója, de a hatalmát csak karddal, fegyverrel tudta fönntartani. Ezért mondta, hogy miután vér tapad hozzá, ez nem tud fönnmaradni. Eljön az idő akkor, amikor mi magyaroknak nem az, hogy meg kell hódítanunk a világot, de ez nyilván az. Tehát szerelemmel, szeretettel és önzetlen odaadással mi mindenünket oda fogjuk most adni a világnak. Már persze azt a felesleget, amire nincs szükségünk, de ami a fejünkben van, arra nincs szükségünk, azt szívesen adjuk, mert nem fognak visszaélni vele, mert annak a tudásnak a birtokába lépnek az Afrikába élő, meg a más földrészeken, meg más országokba élő emberek. Megszerzik azt a tudást, akkor a jéghátán is meg tudnak élni, és eszük ágában nincsenek, nem lesz migrációs fővállalni. Tehát az alapjövedelem bevezetésével a világbéke fog nagyon gyorsan megteremtődni. A világnak számos vezetője fog ebbe nagyon gyorsan együttműködni, hogy tulajdonképpen a teljes fegyvernyugvás nagyon rövid időn belül be tudjon következni, és nagyon gyorsan a közellátás biztosítva legyen mindenütt. És hát van feladatunk, mert most éppen legújabban az arab világ jelentős részét kell teljesen újjáépíteni. Mi lőttük szét, nekünk kell újjáépíteni, tartozunk nekik. Tartozunk nekik, mert egyik földrészről oda mentek polgárháborút szintén a titkosszolgálati szervek, egymásra haragították ott a népeket, utána pedig mentünk rendet csinálni és korikbombáztuk. És teljesen mindegy, hogy az oroszok fejezték be, vagy az Európa Unió bombáz, ugye mi is hivatalosan legalábbis a köztársaság szerint az Európa Unió részei vagyunk, tehát a mi nevünkben is lőtték Szíriát, meg lőtték azokat az államokat, és tulajdonképpen azzal, hogy mindenki értse, fölvettem a nagy elődeim közül Nimródét, akiről nagyon keveset, illetve sok mindent tudunk volna, csak az se, hogy melyik korban élt, vagy hány ezer évvel, vagy esetleg hány százer évvel ezelőtt. Annyit tudni róla, hogy félisten volt, azt se tudjuk elképzelni, hogy ez micsoda. Annyit tudok én legalábbis, hogy a fia Gilgames volt, mentem egyszer egy tárgyalásra, pont a Gilgames napján volt, akkor egy kicsit foglalkoztam vele. Bátorról nagyon keveset tudunk, csak annyit, hogy valami olyasmit csinált, mint Attila, pedig ugye Krisztus idejében élt. És hát Attiláról meg tudjuk, hogy ő biztosította a világ békét, és az áruk szabad mozgásától kezdve minden. Ami nagyon fontos, hogy azért kellett ezt a vezetői tisztet, tehát úgy, mint első József, Nimród, Bátor, Attila, apostoli magyar és világkirály, mert teljesen új ideológiát kell adnunk a világnak. Nagyon nehéz lesz ott, ahol a nagyon fanatikusan vannak bedőve a saját vallásaiknak az embereknek, majd el kell nekik magyarázni, meg ott, ahol megcsonkítják a születendő lánygyermekeket vallási okokból. Szóval itt nyilván, hogy nagyon sok felvilágosító munkára, meg nagyon sok dologra lesz szükség, de hát, ha csak az hiányzik náluk, mint kanadai indiányainál, akik napi szinten lesznek már öngyilkosok, és akkor most azon gondolkodnak, hogy egy kicsit jobb életet kellene nekik biztosítani, javítani kellene a sorsukon. Hát semmi más, mindenkinek javítani kell a sorsán, és erre megvan a lehetőség, ez semmibe nem kerül. És ez tulajdonképpen az új ideológia, tehát innentől kezdve nem kell foglalkozni tovább a földi szentjeinkkel, meg a különböző izmusokkal, mert az egyházak, meg a vallások, ahogy szoktam fogalmazni, ugye mondják, hogy egyház, akkor miért van belőle kettő? Itt a téren is biztos van, vagy három Kecskemét főterén, hét felekezet van. És most, amikor a pártok bedőltek világszerte, erre megint az egyház kezd el erőködni. Nincs, van a teremtő, tisztelhetjük akár a saját napunkba a teremtőt vagy az Istent, és nagyjából itt a vallási kérdés az be is van fejezve. Az a vallás, hogy
szeretni kell Istent, szeretni kell azt a sok kis héliumot, hidrogént, ami fönt van, meg mindent itt, mert minden abból van. Ti is mindjárt abból vagyunk, és mindjárt testvérek vagyunk még a villanyosztokkal is, mert csak más a sűrűsége, ezt nyilván a fizikusok esetleg jobban el tudnák magyarázni, de nagyjából szerintem ezt érti mindenki. Tehát az a és ahhoz, hogy ezt odaadjuk a világnak, azt a magyarok első emberekkel, hogy odaadja, és a világnak is kell egy első ember, kell egy felelős. Ugyanis azt már tudjuk, hogy sem a pártok, sem a bizottságok a felelős, mindig csak egy személy lehet. Egyszer a Jászdi Kis Imre azt mondta nekem, biztos teszted, de nagyon gorog, már oda rohant hozzám, azt mondja, hogy te vagy a felelős. Mondom, tudom. És látta, hogy értem, hogy miért mondja, mert hogy én tartom magamat a vezetőnek, akkor elmosolyogta magát. Tehát azt hitte, hogy tehát kíváncsi volt rá, hogy veszem-e a lapot. Én vettem a lapot, én vállaltam ezért a felelősséget. Az, hogy az én személyembe jött össze az a tudás, az csak annak köszönhető, amilyen életünkben volt, és azon keresztül, amilyen kapcsolatrendszert ki tudtam magamnak alakítani, ezt iskolában nem tanítják. Tehát ez egy, szokták mondani, karmikusnak, beavatásnak. Egyrészt remélem, hogy lassan a beavatásom befejeződik. Ezt abból veszem észre, hogy egyre inkább nincs előttünk már akadály. Tehát én pillanatilag semmilyen, nyilván figyeli az ember a folyamatokat, arra, hogy hogyan fog ez végül is tárgyasulni a hatalomgyakorlás, számtalan forgatókönyv van a fejemben, nem azért, mert kapkodok egyikből a másikba, hanem ugye a helyzet is változik, vannak olyan nagy történések, akár politikai történés, akár lehet ez egy időjárás, bármi, ami ugye változhatott ezen a dolgon. Tehát ezek a koncepciók akár persze-persze változhatnak, annyi, hogy nekem mindig meg kell látnom, hogyha rés van a pajzson, ezt idáig is Isten segítségével ez mindig sikerült, mert egyszerűen csak ráérzésre vagyunk mindig ott, ahol kell. Még sehova nem mentem el, ahova nem kellett, ha valahova el kellett mennem, megtettem, amiért oda kellett mennem, és ez mind a mai napig, sőt visszagondolva, persze kellene az ember önkritikát gyakoroljon, de nem tudok hibás döntésemről. A korban hibásnak láttam, és komolyan aggódtam, vagy lelkismeret furdalásom volt miatta. Az idő visszaigazolt, hogy annak úgy kellett történni. És ti is, hogyha dolgoztok, vagy fáradtak vagytok, és úgy érzitek, hogy még ezt is meg kellett volna tenni, de nem sikerült, akkor nyugodjatok meg. Mindazoltán, aki a Tempopárt titkára, vagy titkári titulusba, de egyenrangú vezetője velem, az ő szavajárás, és ő szokta mondani, hogy amit a legnagyobb igyekezetünk ellenére nem sikerült megcsinálni, arra nem volt szükség. Tehát ezt nagyjából tudomásul lehet venni. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal el is köszönnék. Nyilván akik most itt vagytok is, azok vagytok, akik ezért nagyon sokat tettetek, amit mindenkinek külön köszönök. Azoknak is, akik most nem tudnak itt lenni, mert nagyon sokan egyszerűen anyagi vagy munkaelfoglaltság, vagy éppen az én megbízásokból végzik valahol a munkájukat. Nekik is nagyon köszönöm, és nyugodjanak meg, mert ez a hatalomátvétel be lett jelentve, végig hallgatták a nagykövetségek, mindenki tud róla. Az, hogy mikor kerül nagy nyilvánosságra, annyit tudok mondani, hogy rövid időn belül, nem sokára hallani fogjátok a Tempo Rádiót, és azt hallani fogják rövid időn belül az egész országba, de nem kell nekünk azt megvárni, hogy az utolsó ember is csatlakozzon hozzánk. Nyilvánvalóan, hogy ők ezt, vagy akik erről nem értesültek, készen fogják kapni. Készen fogják kapni az ideológiát, a Szent Korona Bankot, az új államot. A bankról még annyit, hogy nagyjából, ha a képkészítése a bankelnök urat nem kötötte volna le egy néhány napig a bélyek képkészítése, akkor a földhivatali tulajdoni lap, tehát a földhivatal már lent a tesztgépen már működik, néhány napon belül föl fog kerülni, mindenki ki tudja állítani a saját QR-kóddal hitelesített, úgy, mint vagy a teljesítési igazolások, illetve a részvényigazolásokon ez már szerepel, ugyanúgy a földhivatali tulajdoni lapját is elő tudja állítani, ami már nincs teher. Nyilvánvalóan senki nem lepődik meg rajta, hogy nem ő a tulajdonos, az egy rögzített rovat, ott a Szent Korona, nem a Szent Korona Bank, a Szent Korona tulajdonos, mint minden jog és tulajdonnak az egyedüli forrása egyébként a világon is. És a C-hivatal, ugye a másik, hogy sajnos egy teljesen fölösleges funkciót el kellett készíteni, ez az adósságrendező oldal volt. Nyilván egy ilyen dologra nem lesz szükség, ez majd a megmaradt mementónak a bankfelülete, nyilván nem fogjuk törölni.
mert abban a pillanatban, hogyha átvettük az irányítást, ez lehet egyébként úgy, hogy korábban veszem át a bankok irányítását a világon is, mint ahogy esetleg a formailag és gyakorlatilag itt az összes településre leképezve megtörténik a hatalomátvétel. Onnantól kezdve erre az adósságrendező oldal egyszerűen el lesznek törölve a tartozások, a bankok addig kell, hogy csak működjenek, amit folyósítják az alapjövedelmet, meg a kifizetéseinket intézik, semmi más funkciójuk nincs, ahogy a számítógép átveszi a helyüket, akkor bezáródnak, és majd lesznek belőle szállodák, vagy valami más, és a bank alkalmazottak meg hazamennek a családjukhoz, aztán majd kipróbálják magukat más területen, kerestek magukat más munkát, nincs ezzel nagyjából semmi probléma. És a következő pedig a célhivatal, illetve a gyermekregisztráció, mert ugye az a pénzkezelés, a szülő általi feltöltés a gyerek számlájának, kártyájának, ez folyamatban. A bankkártya az gondolom azért még hónapokat lesz igénybe, ami aztán már útlevélként, személyigazolványként, akár jogosítványként és mindenféle funkcióval ellátva, ugyanis aki nem akar számlát kiállítani, csak vásárolni, annak elég egy bankkártyának, nincs szüksége arra, hogy mobiltelefonnal intézze a kifizetéseit, akkor ahhoz egyszerűbb a kártya, nyilvánvalóan ez is rendelkezésre fog állni rövidön belül, és hát ami fontos a célhivatal, hogy a vállalkozások megkezdhessék a szempont alatt az adómentes tevékenységüket. Tehát ahogy mondom, földhivatal 1-2 nap, 3 nap, 5 nap maximum, a célhivatal maximum 2 hét, de lehet, hogy 1 héten belül készen van, utána a gyerekregisztráció. Azt követően lesz egy, át lesz írva egy korszerű, újabb, modern programnyelvre, de az már lehet, hogy a háttérben történik, ehhez én ehhez nem értek, ez most egyeztetés alatt van, és utána lefordítjuk egy jó néhány nyelvre, és abban a pillanatban elkezdjük kiküldeni, van, ahova személyesen viszem ki közeli országokba azoknak a pénzügyi tanácsadóknak, azt elfelejtettem mondani, hogy mi azokkal az emberekkel dolgozunk, akit az imént is említettem, például a Rivizel úr, aki már ugye nincs köztünk, hozzá hasonló, de pénzügyi szakemberek, általában ezek közgazdászok vagy katonatisztek, akik a hát inkább az államfőknek, vagy inkább az uralkodóknak, vagy a vezető oligarcha családoknak a pénzügyi tanácsadói, és ők néhányan vannak az egész világon, nem sokan, legalábbis a legszűkebb körhöz, 5-10 főnét ők nem tartozik. Az ő dolguk az, hogy a háttérről ezt a munkát irányítsák. A Magyarország miniszterelnökének lesz a feladata, miután ő a pénzügyi területen dolgozik a világban, és ő a világ legbefolyásosabb személye, és ő a kapcsolatban a nagybankok, a világbank valuta alatt, meg a világ összes kormánya között. Az ő feladata pedig az, hogy protokoll szinten, tehát a formalitás világába is akadálytalanul. Egyetlen akadályra lehet még gondolni, mert azt elmondtam, hogy miért nem okoz majd gondot a közellátás biztosítása, arról beszéltünk. Az, hogy esetleg azt mondhatná bármelyik ország, hogy nem fogadják el a forintot a jövőben, mert felhigítjuk azzal, hogy többet juthatunk, illetve többet bocsátunk ki elektronikusan. Nyilván a pénzügyi tanácsadók a háttérben ezt is végzik, de a miniszterelnökünknek a feladata lesz ezt letárgyalni Svájccal, meg Kisával, meg akivel csak kell, hogy ez nem jelenti a pénznek a felhívítását, és ez a folyó napi kereskedelmi kapcsolatot a világországaiban semmilyen módon nem befolyásolja. Én akkor nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, és nekünk már sokkal jó, és nagyon remélem, hogy mi hamarabb elmegy ennek a híre, ugyanis aki velünk dolgozik, vagy egyáltalán akinek csak segítek, valaki csak azért szokott főhívni, hogy hallja a hangomat, és azt mondja, hogy akkor bírja tovább, akkor türelemmel viseli, ami van, mert tudja, hogy mire vár. Én ezt kívánom mindenkinek, úgyhogy még egyszer nagyon jó hétvégét, és nagyon boldog aranykort mindenkinek.